A pályaválasztás előtt álló fiatalokat szeretné megszólítani a Heves megyei önkormányzat és az Agria térségfejlesztési non-profit Kft. Az Eszterházy téren immáron második alkalommal szerveznek pályaorientációs napot szakmakör néven. A szakmákat testközelből is ki lehet próbálni, hiszen a szakképzési centrum szakképző intézményei akár a robotikával, akár a csecsemőgondozással, tehát nagyon széles palettán, de bemutatják azt, hogy milyen lehetőségek vannak traktorszimulátortól kezdve élőben megjelenő gépek, eszközök megtekinthetők, kipróbálhatók, természetesen a hely és a szituáció adta lehetőségek között, de elég színes lesz a program. A szakképzési centrumok és felsőoktatási intézmények is helyet kapnak a rendezvényen, de ezen kívül még számos bemutató és workshop várja az érdeklődőket. Például a Magyar Honvédség és a Készenléti Rendőrség munkájával is megismerkedhetnek az érdeklődők. Abban bízom, hogy itt Eger megye város belvárosában tekintettel arra nagyon sok intézményt kiértesítettünk, azért teltház lesz ez az időszak alatt, és minden egyes bemutató sátornál számos érdeklődőt tudunk irányba állítani, illetve pályák iránt orientálni. Az eseményen a különböző sátrakban megismerhetik az érdeklődők a környékbeli vállalatokat, és a külföldi továbbtanulásban is tudnak majd segíteni.